Egyebek mellett kuponok, ajándékutalványok, festmények és számos eszköz vagy éppen díszek is érkeztek a Tolnai Családsegítő Központba, ugyanis immáron negyedik alkalommal szervezik meg a jótékonysági online aukciót. Eddig nagyjából 500 tételt ajánlottak már fel vállalkozók és magánszemélyek egyaránt, köztük az országos mentőszolgálat szóvivője, Györfi Pál is csatlakozott az árveréshez, aki egy dedikált plüss mentőautót juttatott el Tolnára. Magánszemélyektől, vállalkozásoktól, művészektől is érkeznek felajánlások, szolgáltatások, tárgyi dolgok, belépőjegyek, mert nagyon széles a paletta. A bevételt egyébként minden évben a TED Szebbé a karácsonyt rendezvény keretében hátrányos helyzetű családok és gyerekek karácsonyi csomagjára fordítják. Az átverés úgy működik, hogy a Családsegítő Központ Facebook oldalára kerül minden felajánlott licitágy feltöltésre egy kis börtös bemutatóval. Ezt követően az átverés nyitó napjától egy hétig lehet rájuk licitálni. Minden felajánlott tárgy értékének a feléről indul a licit, és aztán az egy hét lezártát követően történik az egész átverés zárása. Tavaly mintegy 2 millió forintot gyűjtöttek össze, amelyből 170 család karácsonyát tudták szebbé tenni, ezúttal is hasonló célokat tűztek ki a szervezők.